Köszöntelek a Szeretetterem műhely csatornáján. Nagyon rég jelentkeztem már kerti videóval, úgyhogy itt az ideje, hogy frissítsük a képeket. Március 20-a van, a tavasz első napja, és a baba rózsát látjátok, amint majdnem kibontotta magát, bár az az egy kis virágocska már tényleg nagyon közel van ehhez. A háttérben látok egy kis kupacot, egy komló, tavaly a komlónak a szára, egész ősszel télen elszáradt, és csináltam belőle egy kiülőt. Hát a cica nagyon jókat nyújtózik rajta, néha rajta kapom, hogy ott van, és én is rá szoktam ülni néha. Megindultak a virágzások. És mutatom azt a részt, ami még nem tud elkészülni, mert hát a narciszok és a tulipánok ott érzik a legjobban magukat, illetve ott van a helyük. Amint elvirágoztak, ki fogom őket onnan venni, és összeállítok egy ilyen kiülős részt, ami majd onnan a konyhából, illetve a főzőfülkéből ki lesz nyitva, majd az az ajtó ki lesz cserélve, és utána itt lesz egy ilyen megyfa melletti, hát ilyen kinti üldögélős rész. Ezeket a téglákat is olyan jó benőtte már a fű. És akkor az öntözőrendszer, hát előtte még ezt a vascsövet, ez ilyen zuhany, kerti zuhanyzó volt, ezt le fogom majd festeni. Az idén zölddel szerintem, vagy valami mintákat festek rá, még nem tudom. Füge. A füge már szépen kezdett megindulni, aztán itt van az esővízgyűjtő rendszerem. Még a bóvár szivattyút, amit újonnan vettem, össze kell állítanom, mert nincs rajta cső, és utána fogom innen kiszivattyúzni a vizet, illetve hát, hogyha van időm, akkor ilyen kis kannácskákkal kihordom hátra, de ha nincs időm, akkor szivattyúzom a vizet a hátsó részre, mert oda kell igazából. Hát ez az újabb büszkeségem, a még nincs kész, ez a tüzelőfal. 20 mázsafát láttok rajta, ami fel van rakva szépen, és még 20 mázsát fogok rendelni a jövő héten, és azt is felrakom, és tulajdonképpen ez a fal, bár van ott durótkerítés mögötte, de el fog választani a szomszéd látványától, majd csak a hangokat fogom hallani. Néha az is elég. Hát tegnap hatalmas tereprendezési dolgok voltak itt, mert egy kert az sosincs kész, az csak folyamatok vannak. És hát itt volt egy nagy téglakupac, amit segítséggel hátrébb vittünk, majd mindjárt megmutatom, hogy hová, és akkor így felszabadult ennek a gyönyörű 9 ágú bálványfának a töve, és akkor akár ide is lehet valami kiülőset keresni. Aztán itt vannak fa darabok, amik majd karóként fognak szolgálni. Most egyelőre még válogatás előtt vagyok. Rukkola. Ez itt a rukkola domb. És mögötte, ami most tereprendezés volt tegnap, itt látszanak még a kiszedett, nem a szivacs, a szivacson kívül ezek a törmelékek jöttek ki a földből, meg hát ennél sokkal több. Ugyanis itt volt egy hatalmas nagy kazal, mert a levágott növényi szárakat ide raktam, ide hordtam mindig, és akkor hát ez olyan magas volt, mint a, hát mutatom, kb. Mint itt oldalt az a fekete fólia, illetve még annál is magasabb volt, és azt sok-sok talicskányi földdel együtt ott hátul, majd mindjárt mutatom, csináltunk belőle egy ilyen földkupacot. Én úgy hívtam, hogy komposzt sor, mert most már mindennek neve van. Tehát itt a rukkoladomb, mögötte van ez a átjáró, és akkor itt ez egy pici emelkedő, egy ilyen fél méteres domb. Itt lesz majd a kerti budi. Ez elég távol van mindentől, és csendes helyen, és aki beül,
az a kertet fogja látni. És akkor itt mögötte elrendeztük az építőanyagokat, mert szanaszét volt minden még az előző lakótól. Ugye itt vannak tetőcserepek, mindenféle vasak, amik kijöttek a földből. Most lehet, hogy ilyen naptól nem lehet látni. És hát ez a büszkeségem, most itt a téglakupacot összerendeztük, és ilyen gyönyörű épített fal lett belőle. Ugye ez az építőanyag szakasz. Van itt sóder, homok, tégla, cserép. Akkor itt van az egres nevelde, bár most josta is került bele, mert levágták a szomszédban, és gondoltam, hogy eldugványozom, hát ha lesz belőle valami. Aztán most úgy néz ki, hogy életre keltek. És akkor itt is volt egy komposzthalom, de azt most innen elvittük. És hát itt van ez a komposztsor, ami most egy földkupac, egy hát nem is tudom hány méter hosszú lehet, 15 méter hosszú kb. Vagy talán még több is. És akkor ez a kerítésnek eltakarja azt a részét, ahol a kutyák meg a macskák át szoktak járkálni a szomszédból. És közben alulra kerültek a növényi részek, a levágott növényi részek, és fölé megkerült a föld, ami tele van egyébként sittel, de majd szépen teszek rá termőföldet, és akkor lesz rajta növénytermesztés. Ezért hát muszáj voltam megmetszeni a természetben sajnos, vagyis hogy nem a természetben sajnos, hanem itt sajnos, hogy ugye nagyon kilógtak az ágai, és nagyon nagyot kellett kerülni, amikor fűnyíroztam. Ez csipkebokor. És volt is rajta, úgyhogy egész télen eszegettem. Tehát ez itt a komposzt sor, vagy komposztdomb. És ugye az a tapasztalatom, hogy mindig a szemétdombon nő a legszebb növény, úgyhogy amiben mindenféle dolgok vannak, elhalt növényi részek, azok így szépen kapnak egy új rendeltetést. És akkor ezt a részt, ezt a kerítéssort, itt megmutatom a panorámáját, tehát itt ahol barna részeket láttok, ott voltak mindenhol komposztkupacok, vagy ilyen ágkupacok, azokat tegnap mind ledaráltuk, faapríték lett belőle, és belekerült abba a nagy raklapágyásba. És akkor hétvégén ide jön egy kis csapat, és ide dísznövényeket fogunk ültetni, hogy legyen egy térhatároló, és szép legyen a kert vége. Ezt fogjuk csinálni. Hát nagyon sokat dolgoztunk tegnap, úgyhogy majd meghaltam már nap végére. Az epret körbe kapáltam, hogy kitűnjön, mert mindig rámentem véletlenül, mert elfelejtettem, hogy itt van. És olyan csendben volt, hogy nem szólt, hogy jaj, de nem szabad lépni. Itt is a jobb oldali ágyássor az már egy kicsit meg van kapálva, legalább körül. A bal oldali az meg még nincs kigyomlálva, úgyhogy itt alig lehet látni, hogy itt igazából eper van. Ez még őszi ültetés, de hát a gyom az gyorsabban, mint a nem gyom. Gocsibogyó. Hát sokan haragszanak rá, de én szeretem, hogy ez most így szépen megmarad, de nem sokat fogok belőle hagyni, mert nagyon intenzíven szaporodik, sokkal gyorsabban, mint a többi. Itt volt egy nagyon-nagyon nagy kupac, úgyhogy ezt is tegnap majdnem másfél órán keresztül daráltam. Egyenként. Hát ez a kis húsosom, szegényke úgy járt, hogy ide raktam a raklapot, amit majd oda be akartunk építeni, és akkor így ide helyeztem. És utána jött egy szél, és ráborította erre a húsosomra, és eltörte derékba. És most ilyen fekete szikszalaggal meggyógyítottam, meglevágtam azt az ágát, ami eltört, és akkor kitámasztottam, hogy hát ha megfogja, hát ha befor. Hát reméljük, hogy be fog forni. Ezt a tavat meg kitisztítottam, mert nagyon sok falevél belehullott, és ilyen nagyon ruhadós volt az egész, úgyhogy most üres, de majd kap vizet, és akkor szép lesz megint. Meg lehet, hogy akkor növényt is ültetek bele, mert ebben még nem volt növény, meg hát itt vannak a kis padjaim. Ide azért kiszoktam ülni, tehát így jó, és hogyha már meg lesz a térhatároló, akkor meg még jobb érzés lesz itt ülni.
Ott vannak a kis vödrök, amivel dolgoztam. Gucci bogyó újból. És akkor itt van az a nagy raklapágyás, amit most raktunk össze, ezt is szintén segítséggel, mert nekem nincsenek ilyen fúró eszközeim, úgyhogy azzal jött egy fiúka, és megcsinálta nekem. És akkor most egyelőre hát mindenfélét bedobtam, tehát a leaprított gaj maradványokat, a füvet, majd ezt szépen szétterítem, csak még erre nem volt időm, mert nagyon sok minden más volt. Aztán itt van az a rész, amit nem vágok le, tehát minden évben meghagyok egy részt, ami mutatja, hogy néz neki a kert, hogyha nem nyírnám a füvet, és a többi helyen meg lenyírtam. Itt a komposzt keret mögött vannak azok a nagy vas lemezek, amiket a földről szedtem föl amonnan, a nagy kupac alól, úgyhogy azok most oda föl vannak állítva. Hát nem olyan szépek, de majd lehet, hogy valamit csinálok velük, hogy ne legyen annyira csúnya. Mira, szia Mira, köszönjél a nézőknek. Hát ő a szomszédhoz tartozik, mindig át akar jönni, mert itt nálam sokkal zöldebb a kert, és legelészne, de sajnos nem hozzák át, mert nincs idejük rá, meg akkor nyitni kellene itt egy kerítés, vagy egy kaput, és hát ez bonyodalmas. Itt az egyes számú tó, most már jönnek az új hajtások, egy picit majd takarítanom kell rajta. De nagyon örülök neki, hogy végre van tavam is, mert erről is álmodoztam, mint a kerti budiról, aztán ugye minden álom egyszer megvalósul. Itt elkerítettem már azt a részt, ahol vannak az eprek, csak hát gyomlálni kéne intenzíven. Legalább most csak úgy gyomláltam, hogy csak annyit gyomláltam, amennyi eltakarja az epret, és ami meg nem annyira, azt nem, mert erre most nem volt időm. Viszont nagyon szép a sóska, ebből már többször főztem főzeléket, és én keférrel szoktam behabarni, úgyhogy nagyon finom. Hát megmutatom a mákot, mert nem tudom, hogy látszik-e majd a felvételem. Iniminik. Hát nem is tudom, hogy látszik-e, hogy hol vannak, mert éppen hogy csak még kikeltek. Na ott, ahol sokan vannak, ott. Azok, amik ilyen nagyon kis... Na, a cica jött. Amik ilyen vékony kis apró növényke, majd mindjárt rámutatok. Ők ezek. Ők a mákok. Kaptam valakitől magot, kék dunamák, és most ezt fogom kipróbálni. Nem minden évben van mák, csak minden második éve, mert annyi megterem, hogy nem kell minden évben. Itt a fűszerkert, a tárkony, a citromfű, oregano, ezek már nagyon szépen, borsikafű, zsája, szépen kellnek. Hát itt is mindenhol gyomlálni kell. Borsó, márkeleget, ő az, és egy saláta, egy fej saláta, még nincsen csiga szezon, úgyhogy még ő él. Hát ha jönnek a csigák, akkor nem tudom, meg vannak számlálva az órái. Itt vannak egy ilyen bogyós, növényes rész, fekete ribizli, ez a hosszabb tő, aztán van normál ribizli, akkor van málna, egres bokrok vannak, egresből rengeteget dugmányoztam tavaly, úgyhogy egres birodalom lesz itt. Ide dáliát ültettem, ez a rész, hát volt egy ilyen, még a pincébe kihajtott, de nem tudom, lesz-e belőle valami, meg ott vannak még a szomszédból eper ültetvények. És itt a másik ágyás, a raklap ágyás, amiben a saláta keleget, aztán még nem tudom, hogy mit fogok ebbe rakni, majd meglátom, hogy mi. Ott van egy kis kiállítás, mert amiket találtam a kerítés mellett, azokat kijebb hoztam, és akkor őket most kitettem, hogy esetleg a nagyréviek közül valakinek kell. Ez meg egy mementó. Ezt a fadarabot azért raktam ide, mert benőtt a drótba, és valahogy így mutatja, hogy körülbelül ilyen állapotú volt ez a kert, amikor ide kerültem, és hát most már egyre szebb, de
őt valahogy így emlékeztetőnek ide tettem, hogy ilyen volt, és akkor most haladunk, hogy olyan lesz. Akkor megmutatom a kamilla ágyást. Olyan a kamilla ágyás. Ezek a picike kis táblácskák, ezek most már nincs rajtuk semmi, mert sajnos a félcet lemosta vagy az eső, vagy a nap ki fakította, úgyhogy majd ezt meg kell újítanom. Hát azért tettem oda, hogyha idegenek jönnek, akkor tudják, hogy mi van ott. A kamilla ágyásban most eper van, de egyébként nőnek a virágpalánták is, mert előtte való évben meg törökszegfű volt, és az is kezdett el nőni. Ami most virágzik, ez az őszi barack, vagyis hogy már elvirágzóban van. Ő az, csak nem tudok rá közelíteni. Próbálok. Igen. Tavaly volt rajta egy-két szem, de sajnos letetvesedett, úgyhogy nem tudtam igazából lenni róla. Most a birsalmában van a bizodalmam, azok ott hátul vannak a raklapágyás mögött három bokor. Ő benne bízom, hogy tavaly nem volt rajta, aztán az idén meg majd lesz szerintem. És hát mi az, amit még mutassak? Szerintem ennyi. Ja, ott a diófa mögött a legnagyobb termőfa ezen a birtokon, a diófa mellette a kajszibarack. Kajszibarackban nem sok reményem van, mert úgy látom, hogy minden virág elszáradt, úgyhogy lehet, hogy nem lesz rajta termés. Viszont itt a diófa mögötti rész, ami a szomszédnak az istálója, ott meg az aranyeső és a japán birsa az nagyon szépen virágzik, illetve már levirágzóba van. És hát van még itt a útfelőli rész, ahol meg mogyorót ültettem, az a nagyobb bokor az mogyoró, és itt van az egres birodalom. Tavaly nagyon szép termés volt, ott van lent egy bokor, erről rengeteget szaporítottam, tehát legalább 15 új bokrom lett, azáltal, hogy csak egy ágacskát leszúrtam a földbe, és ezek a kis bokrok, mint például ő, ott mellette a második, meg van egy harmadik, ezek már annak az előbb mutatottnak a gyermekei, és ők már az idén, hát remélem, hogy már akár virágot is hoznak benne, nem látok még rajta, de reménykedem, hogy lesz. Viszont itt már, melyiken is? Ja igen, itt már lehet látni az ezévi termést. Talán rá tudok nagyítani. Nem tudtam. Mert a hátteret kezdte el kiélesíteni. Talán most. Tehát ott látszanak azok a piros részek, hogy azok már a virágok. Illetve mögötte a terméskezdemény. Úgyhogy itt vannak magas törzsűek is, meg vannak bokrok is. Én megmondom őszintén, a bokrot azért szeretem jobban, mert sokkal több termés van rajta. A magas növésűt meg azért szeretik, mert az könnyebb szedni, ugyanis ő fönt van, és nem kell belenyúlni a bokornak a közepébe, és kevesebb tűszúrást kapunk, vagy tüskeszúrást kapunk, hogyha úgy termesztünk. Itt is van egy kisebb, magas törzsű. Hát ezek oltványok. Ugye én az oltványoknak nem nagyon vagyok a híve, tehát én azt szeretem, hogy látok egy növényt, aminek vannak ágai, és akkor azokat az ágakat leszúrom a földbe, és ha megfogja, megfogja, ha nem, nem. Úgyhogy most így áll a kert. Sok tervem van az idénre is. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De addig, amíg le nem megy a nap, addig gondoltam, hogy lecsütsenek erre a kerti ülőkére, és egy kicsit még élvezem a tavasz első napsütéses napját. Minden szépet és jót kívánok nektek! Sziasztok!